A mi hazánk szerint a jelenlegi választási rendszer igazságtalan, aránytalan és antidemokratikus, ezért javasolják, hogy a fővárosi önkormányzatban állítsák vissza a listás szavazást. A kispártoknak kedvező módosítást a baloldali pártok bírálták az országgyűlésben, a Fidesz támogathatónak nevezte a javaslatot. Mégiscsak egy 0,5%-os magyar ellenes pártot, a Párbeszédet képviseli. Így fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármesterről a Mi Hazánk elnöke az M1-en. Torockai László szerint a fővárosi közgyűlésben nem azok vannak többségben, akiket a választópolgárok oda küldenek, mivel mindössze 9-en képviselik a választói akaratot. A jelenlegi törvényi szabályozás 2014 óta van érvényben. Eszerint a fővárosi közgyűlést a főpolgármester, a 23 kerület polgármestere és 9 kompenzációs listán bejutott képviselő alkotja. A Mi Hazánk szerint ez a rendszer igazságtalan, aránytalan, antidemokratikus és a kétpártrendszer fenntartását szolgálja. Torockai László azt mondta, azért ellenzi a balliberális oldal a javaslatukat, mert az 5%-os bejutási küszöb nem kedvezne nekik. A kamupártokat leszámítva és a 0,5%-os Párbeszédet leszámítva, illetve magát a főpolgármestert leszámítva, a fővárosi választási szabályok általunk javasolt formája, tehát a 2014 előtti, a Fidesz által módosított 2014-es állapothoz képest korábbi állapot, az valójában minden pártnak jó lenne. A Mi Hazánk mozgalomnak is jó lenne, de leginkább a választópolgároknak lenne jó, mert demokratikusabb, átláthatóbb lenne a fővárosi közgyűlés működése. A Mi Hazánk javaslatának csütörtöki parlamenti vitájában a baloldali pártok élesen bírálták a felvetést, és különösen azt, hogy a változtatás már a soron következő önkormányzati választást is érintheti. A vitának helye lenne nagyon sok időpontban. Egyetlen egy időpontban nem lehet ezt a vitát érdemben lefolytatni. Az az időpont a mostani. Néhány hónappal a választások előtt... Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető helyettese szerint a javaslatot a parlamentnek meg kell vitatnia. Szerintem fontos, hogy az ilyen kérdésekről itt tudunk beszélni. Szerintem jó, hogy elindult az elmúlt hetekben egy széles közéleti vita a sajtóban, a különböző közéleti műsorokban. Ezért most az országgyűlés is tud erről a kérdésről beszélni. A magunk részéről ezt az önkormányzati módosítást akár készen is állunk támogatni. A Mi Hazánk arra is javaslatot tett, hogy az országgyűlési választási rendszert is tegyék arányosabbá.